Van, ami nem változik. Ausztria, akkor Bila. Viszont ezúttal Gergő sérülése miatt a bringás nyaralást átszerveztük túrázóssá. Szerintem titkon mindketten aggódtunk kicsit mégis, mivel fogjuk eltölteni ezt a 4 napot. Azt kell mondjam, írtó izgalmas volt, és egy percet sem unatkoztunk Karintiában. Máltán kezdtünk, az első szállásunknak is ide foglaltam. Alapvetően a gáthoz szerettünk volna menni, amikor is belebotlottunk Karintia legmagasabb vízesésébe. A Falbach 200 méterről zúdul le. Egyből meg is álltunk, amint láttuk, hogy közel tudunk menni hozzá. A vízesés köré egy komplett élményparkot építettek. Van hatalmas játszótér, egy tanösvény információs táblákkal, egy mezítlábas minősvény és a bátraknak viaferráta is. Utóbbi nem kezdőpálya, de biztos szuper élmény a rutinosabbaknak. A vízesés nem csak lenyűgöző látvány, de remekül fel is frissít a hőségben. A lezúduló nagy mennyiségű víztömeg miatt hatalmas a szél, és a víz is szóródik mindenfele. Így még 40 fokban is jól jöhet a szélcsiki, meg egy vízálló cipő. Az első éjszakát egy nagyon kellemes, tipikus osztrák hegyi szálláson töltöttük. A berendezés hangulatos volt, az erkélyen pedig csoda panoráma tárult elénk, és igazi csönd. Ha pedig a Bilában jártok, mindenképp vegyetek rózsaszín, candy shop ízű dirteát, imádom! Az amúgy feltűnt, hogy a fürdőszobához nincs ajtó, ezt nem nagyon értettem mondjuk. A WC-hez legalább volt. Bila vacsora és filmezés a szobában, másnap pedig a reggeli tradicionális élőzene mellett élvezhettük. Reggeli után elindultunk a gáthoz. A Falbach vízeséstől kb. 5 km-re van a Malta-Hochheim-Strasse fizetőkapuja. Bocsánat, így kell ejteni, de nem tudok németül. Ha jól emlékszem, 20 euró autónként. Innen induló út 14 km hosszú és 1000 méter szintet emelkedik egészen az 1902 méter magasan lévő parkolóig. De az biztos, hogy ez lesz életed leghosszabb felfelé útja. Méghozzá azért, mert folyamatosan valami szépségbe botlasz, ahol meg kell állni, fotózni, sétálni, stb. Az út elején például több vízesés is van. Méghozzá azért, mert folyamatosan valami szépségbe botlasz bele, ahol meg kell állni, fotózni, sétálni, stb. Szerencsére ezzel számoltak és sűrűn vannak kialakítva különböző parkolóhelyek. Az út elején például több vízesés is van, ami mellett garantáltan nem fogsz tudni elmenni. A vízesések után jönnek a szűk egyirányú alagutak, van belőlük is legalább vagy 8. Nagyjából 15-20 percenként engedik át az autókat. Iszonyú hangulatosak, egy részük olyan, mint a Szellemvasút a Vidán Parkba, amin pedig hatalmas vaskapu van, tiszta Jurassic Park. Aztán egyszer csak feltűnik a gát, és a panoráma ismét egyszerűen csodálatos. A parkoló tehát 1900 méteren van, és itt található a főépület is, ami engem egy hajóra emlékeztet. Lentről indulva több emeletnyi kiállítás van, és itt már belépődíj sincs. Az épület tetején egy rendkívüli panorámával rendelkező szálloda és étterem van. Az étteremben semmiképp ne hagyjátok ki az Apfelstrudelt, mert isteni és teljesen vállalható áron van. A gát 1971 és 79 között épült, bár a tervek már a 30-as években megvoltak. 200 méter magas, 8 méter széles és 626 méter hosszan lehet rajta sétálni. Sőt, 2010-ben átadtak rajta egy úgynevezett Airwalk panoráma kilátót, aminek az alja átlátszó, így leláthatsz a 200 méteres mélységbe.
Miután kielveztük a látványt a gáton, ahova azért szintén érdemes jackit vinni, mert nagyon fúj rajta a szél, tovább indultunk túrázni a tó körül. Számos ösvény van a környező 3000-es csúcsokra, sőt itt is van Via Ferrata. A legnépszerűbb túra a tó nyugati vége felé, az Osnabrücker hütte 2022 méteren. A túrára egyébként elég egy kulacsot vagy üveget hozni, mert rengeteg kisebb-nagyobb vízesés van itt is, és újra tudod tölteni. Egyébként itt sem fogsz gyorsan haladni, egyszerűen bármerre nézel, annyi szépséget látsz, hogy azt se tudod, hogy hirtelen hova kapj. De persze a vízesések mellett a tehenek sem maradhattak el. A kirándulás végére annyira elfáradtak a lábaink, hogy a szerpentinán lefele megálltunk egy kicsit regenerálódni jeges vízfürdővel. Sosem esett még ilyen jól a hideg víz. És nem utolsó sorban, itt is csak a szokásos látvány volt. Ezután Klagenfurtba mentünk, ahol a szállásunk tulajdonosai véletlenül pont magyarok voltak. Innen átugrottunk Szlovéniába is, a Windgard-szurdokba kirándulni és pancsolni a Bledi-tóban. A szurdok szép volt, de minden nagyon körülményes volt. Egyrészt a neten nem igazán volt jelezve, hogy a környéken lehetetlen parkolni, és online kell jegyet venni a parkoláshoz is egy nappal előre. Csak szerencsénk volt, hogy az egyik településen 20 perc sétára véletlenül volt egy parkolóhely. Belépőt mondjuk tudtunk venni online, kb. 2 órával későbbi indulásra, ugyanis óránként engednek be x embert. De így is tömegnyomor volt csütörtökön 1 órakor. És az utolsó napra maradt, amit személy szerint a legjobban vártam, a piramiden kőgeli kilátótorony. A kilátó 851 méter magasan van a Vörti-tó felett. Már 1950-ben is volt itt kilátó, de a jelenlegi formáját 2013-ba kapta. A tetején lévő antennával együtt pontosan 100 méter magas. Lifttel is fel lehet menni, de mi megmásztuk a 441 lépcsőt. A kilátó egyik különlegessége ez a csúszda, de erre majd visszatérünk később. A kültéri és beltéri egységek váltakoznak folyamatosan, így rosszabb időben is lehet nézelődni. A legmagasabb terasz 71 méteren van. Lefelé a lépcsőn és a liften kívül lehet drótkötélen vagy csúszdán is jönni. Mi a csúszdát választottuk, ami 52 méter magasról indul, 120 méteren keresztül kanyarog, így Európa a legmagasabb beltéri csúszdája. Meglepően gyors, akár 20 km/h is tudsz jönni, ezért a szőnyeg mellé könyökvédőt is adnak, de egyébként bárki által használható, egyedül a minimum magasság van megszabva, ami 130 centi. A bácsi jól megküldött lefelé, a végén azon filóztam, hogy fogok egyáltalán megállni, kár, hogy a GoPro-n ebből nem sok minden látszik. Egyébként írtó fan, hogyha nem került volna ilyen sokba, tuti mentem volna még pár kört. A végén egyébként magától belassul az utc. Egy szó mint száz, néha megéri bringa nélkül is körbenézni Ausztriában.